jó, rossz, retro és modern játékok egy helyen. Hello mindenkinek! Ez itt a Game Archívum. Mindenkinek! Végre! Ez itt a Game Archívum 99. kommentes végigjátszása. Itt Staci jelentkezik. Mint mindig. És most, mint mondottam, majdnem 100 kommentes végigjátszást értünk el, ha befejezem ezt a játékot. És sajna a Meloszlag maraton utolsó pontjához érkeztünk, amikor is a 2008-as Meloszlag 7 című játékkal fogok foglalkozni, amit ugye az Ignition Entertainment adott ki, és az SNK Playmore csinálta, de előzőre ez egy exkluzív Nintendo DS játék volt, és később kapott egy DLC-t, amiben a 6 karakter mellé kaptunk egy 7. karaktert, viszont a Meloszlagnak úgy, ahogy a második rész után, ahogy kapott az egy X-et, az egy felújított motorra egy felújítást kapott, szintúgy ez a játék is kapott egy felújítást, egy évvel később Meloszlag Double X néven. És annyit kell tudni, hogy legeslegelőször PSP-re jelent meg, PS Vitára, aztán később kapott egy ránc, egy újra digitalizálást, vagy hát portolást, Xbox 360-ra és Xbox One-ra, ugye a kompatibilitás véget, és természetesen PS4-re is, aminek hála a PS Vitás játékokat ugye exportálni is lehet, vagy hát kompatibilitási lehetőség van, 360 One, PS4, PSP között, illetve a Dotemusok PC-re is kiadták ugye Steam-re. Viszont akadt egy kis malőr, ugye a legelső dolgom az volt, ja, és 2018-ban kapta a PS4-es remasterelést, és 2019-ben jött ki PC-re, és elvileg PS5-re most 2020-ban jelent meg, csak erről nincs hivatalos írás, de a Double X az PS5-re is kijött, ha jól emlékszem. Annyit kell tudni erről a ráncfelvarrással kapcsolatban, hogy a DS-hez képest, hogy van lehetőség úgy beállítani a játékot, hogy hogy az eredeti tiszta Neo Geo-s felbontást kapjuk, az a clear beállítás, van háromfajta beállítás, a clear, a 4.3 és a wide. A clear az konkrétan az eredeti Neo Geo-s felbontást kapod meg, mintha eredeti Neo Geo arcade játékot játszanál. Aztán van a 4.3-as verzió, amikor ki van nyújtva a 4.3-as
képvisítése az egész, de a két darab fekete csík megmaradt, és akkor elvileg a PC-s, PSS és Xbox-os verzióban ugye ezt háttér wallpaperrel, ilyen háttérrajzzal oldották meg, hogy kitöltsék azt a fekete csíkot. És végül van a wide verzió, amikor full 16:9-es arányban szét van húzva a teljes képernyő, hogy nagy felbontásban, nagy széles felbontásban, widescreen felbontásban is kapja, a teljes képernyős megoldásban is. Aztán még tudni kell még a játékkal kapcsolatban, hogy vannak különbségek a kiadások közt, tehát hogy ugye van alapból a PSP-s kiadás, ugye hang, megjelenés, mechanika, téren, illetve természetesen Xbox 360-as és a PS4-es per PC-s kiadás között is vannak különbségek. Mint mondjuk például, hogy nálam, hogy nekem megvan külön Xbox 360-on is letöltöttem még arany előfizetéssel, viszont külön meg kell venni a DLC-t, amivel egy hetedik karaktert lehet irányítani. Viszont a PS4-eseknek és a PC-seknek előnyben van az, hogy már alapból nem kell megvenni, hanem alapból már benne van. És hogy ki az a hetedik karakter, mindjárt meg fogom említeni, hogy ki az. Még annyit még a különbségekkel kapcsolatban, hogy miért döntöttem úgy, hogy én nem a PC-s verzióval fogok foglalkozni, hanem az Xbox 360-as verzióval, mert hogy nekem ott van meg. Az azért is érdekes, mert az X360-as verzióban például a rebelista katonáknak a hangjai, azok az eredeti arcade-ból lettek visszavéve, és a többi verzióban pedig az MS6-os ordítás hangokat halljátok. Tehát, hogy ott újra keverték a hangokat, meg ilyesmi. Az X360-as és One-os verzióban a régi arkádos üvöltéseket, meg hangefekteket fogjátok hallani, főleg a rebelista katonáktól. Akkor igen, a hetedik karakter most jön lényegesen. Ja, meg hogy a küldetések különböző napszakokban változik, de ez a 2-es per X-es verzióban is ugyanez volt. Na, a hetedik karakterrel kapcsolatban, ugye emlékeztek, hogy volt ugye négy alapkarakter, ugye Marco, Tarma, Eri és Fio. Ugye Marco és Tarma ugye az eredeti PF Squadron tagjai voltak, ugye a vándorsólyom tagok voltak, illetve a Sparrow, azaz a verébügynökök, Fio és Eri. Ugye ők négyen létrehoztak egy teljes Slug csapatot. És ugye a hatodik résznél ugye becsatlakozott az Ikari harcosok tagjai, a Wrath Commando, a Harak Commando, akik egyben cameo szereplők a King of Fighters című verekedős játékból, ugye Ralph Jones és Clark Steele, ugye ők ketten. És ugye mind a kettőnek volt, és ugye a hatodik részben mindenkinek volt egy saját képessége, meg saját tulajdonsága, és ugye Ralphnál ugye lehetett látni, hogy az eredeti lőszerkapacitás felét tudja magával vinni, viszont kétszer meg tud halni, egy élet alatt kétszer meg tud halni, és hát kétszer tud megsérülni, és természetesen a vulkán ütése és a közelharci támadása dupla erősek. Clark Steele-nél meg ott van a hátradobós képessége, és természetesen ő aközben halhatatlan, és nem tudja senki megtámadni. Viszont a hetedik karakter nem más, mint Leona Heidern, egyben a Wrath Commando parancsnoka, tehát hogy Ralph és Clark fölötti rangú, de Leonáról ugye azt kell tudni, hogy ő szintén King of Fighters karakter, és ugye azt kell tudni, hogy ő Heidern ezredesnek az örökbefogadott lánya, mert ugye a King of Fighters sztoriában nagyjából az van, hogy Leona szüleit ugye megölték, és Heidernék nevelték föl, és ugye ő a nevelő apja, és hogy mondjam, egy gyilkológépet faragott belőle, és ő vezeti a Wrath Commandót, és ő vezeti Ralph és Clarknak a helyzetét, tehát őket irányítja, de igazából egy trió kommandóról van szó. És azt kell tudni, hogy neki szuper képessége a Moonslasher csapás, amikor egy kör alakú kézlendítést tud használni, ahol konkrétan a keze egy kést kell elképzelni, mint egy kardot, így maga körül egy hold alakú csapást tud alkalmazni, és konkrétan két csapással, ugyanúgy, mint Ralph vulkán ütésénél, két ütéssel, két bevetéssel
a járművet képes kiiktatni, és közben meg halhatatlan természetesen ez alatt a használat alatt. És még azt is kell még tudni, ugye mindenki gránátot tud használni másodlagos csapásként. Leona azt tudja, hogy ő egy ilyen csillag alakú bombát tud eldobni, és nem 10-en, hanem 12-vel rendelkezik minden egyes bevetésnél, és még azt kell tudni, hogy igen, hogy ilyen csillagformájú gránátokat, hogy 10 helyett 12-vel rendelkezik minden egyes bevetésnél, és ilyen csillagformájú bombákat tud dobni. Mindig olyan érzésem van, mintha fülbevalóját dobná el. De mindegy, ő ennyit tud csinálni, és ő az egyik igen badass karakter, és hát ő debütált a Metal Slug 7-ben, illetve per dupla X-ben. És ennyi kell tudni ezzel a játék mechanikájával kapcsolatban, és most jön az a lényeg. Jó, és gondolkodtam, hogy mi legyen az, hogy kivel vigyem végig a játékot, és hogy miért döntöttem úgy, hogy nem a PC-s, hanem az Xbox 360-as verzióval. Na először térjünk arra, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a karakterek, mert ez is visszajött. Úgy a játék mechanikájában az van, hogy egyes, illetve kettes játékos módon is végig lehet vinni a játékot, tehát ilyen couch co-play módon is, illetve van háromfajta fokozat, és nem hozták be, hál' Istennek, azt, hogy a hatodik részben csak hár fokozaton lehetett végigtolni a teljes pályát, az egész játékot, mind az öt pályát, mert easy fokozaton csak az első négy pályát kapod meg, az ötödik pályát meg csak akkor kapod meg, hogyha végigtolod hár fokozaton. Nos, ilyen nincsen, háromfajta nehézségi szint van. Kezdő, normál és nehéz fokozat. A kezdő fokozatnál annyira könnyű, hallod, hogy nem pisztollyal, hanem kifogyhatatlan gépfegyverrel mész. Tehát nem az, hogy a pisztoly kifogyhatatlan, most már kifogyhatatlan gépfegyverrel rendelkezel, és hú, de jó, könnyű fokozaton, na végre egy kicsit meg van könnyítve a dolgod. Tehát, hogy eleve nem is kell fióval kezdened, mert fió mindig a hatodik részben ugye neki olyan képessége volt, hogy mindig a tarsójában tartott egy gépfegyvert, igaz, dupla annyi lőszerrel, mint általánosban. Ugye 150 ammó rendelkezik. Na most mindjárt rá fogok térni a különböző karakter specifikusságokra. Tehát, hogy a könnyű fokozatnál könnyebben iktatod ki az ellenfeleket, már kevesebb lőszer kell az ellenfelek, kövesebb ólom kell az ellenfelekbe, illetve természetesen nem kifogyhatatlan pisztollyal, hanem mindenki kifogyhatatlan gépfegyverrel rendelkezik. A normál meg nehezebb fokozaton nyilvánvaló, hogy nehezebben tudod kiiktatni a bosszokat. Na és most akkor térjünk rá a specifikus karakterekre, amiket ugye a hatodik részből vittek át. Marco ugye azt tudja, hogy neki az összes támadása dupla annyi sebzéssel rendelkezik, és ugye nála gépfegyvernél ez nagyon jól látszik, hogy ő duplákat tud osztani. Ugye azt kell tudni, hogy Marcoval normál és hard fokozaton pisztolyt használ, viszont kezdő fokozaton ő gépfegyverrel indul. Ja, és nem mindenkinél vonatkozik az, hogy gépfegyverrel indulsz. Tehát a nehézségi szint változása inkább az, hogy a bosszokat milyen rövid idő alatt iktatod ki. Marco nehéz és könnyű normál fokozaton pisztollyal megy, viszont kifogyhatatlan gépfegyvere van könnyű fokozaton. És kétszer annyira elős az alapfegyvere. Akkor neki a movesetjében neki a salvo képessége van, amit úgy hívnak, hogy Burst Shot, a dupla X-ben ez Burst Shotnak van elnevezve, hogy az autótüzelésnél egy sorozatot tud leadni. Tarma, ő ugye tudni élik, ő a pilóta. Ő, ha slaggal utazik, akkor neki az általa kapott slag, az általa irányított slag dupla strapabírósággal rendelkezik, és még nagyobb tűzerővel rendelkezik. Például 50%-a megnövekszik a vulkángépágyuknak az ereje. Illetve van egy nagyon érdekes képessége, a slug kick, a slug rúgás, hogy ha mondjuk megsérült a slugja, akkor kiszáll, és ha megrúgja a közelharci támadással, megrúgja a slugot, akkor vagy visszajavítja az életenergiáját, vagy még jobban lesérti a tankot. Tehát, hogy ez egy ilyen orosz lulett, hogy vagy megjavítja, vagy trapára teszi a saját csomagát. Ez egy kicsit gáz, de nagyon jó kreatív az ötlet. Akkor mindannyiunk kedvence jön Fió, aki minden egyes küldetést gépfegyverrel indít, és természetesen a fegyver kapacitásának, a fegyver lőszer kapacitásának tárhelye az 50%-kal, tehát megduplázódik.
Kezdő fokozat, könnyű fokozaton ő szupergépfegyverrel kezd állandóan, és kifogyhatatlanul természetesen az alapfegyvere. Ezt kell Fióról tudni. Erről, mint ahogy a hatodik részben is tudtuk, ő kétszer annyival több gránát tud magával vinni, illetve természetesen bármilyen irányba tud célozni a gránátjával. Ez mondjuk nagyon érdekes. Na és akkor jöjjenek Ralph, a két ikari harcos, ugye az egyik Ralph, ugye neki dupla erős közelharci támadással rendelkezik, illetve a vulkán ütés, amivel két csapás után egy egész járművet képes elpusztítani, illetve neki hátránya, hogy, vagy hát pozitívuma még, hogy kétszer tud meghalni. Kétszer tud lesérülni, a másodikra már egy életet tud veszíteni, de egy élet alatt kétszer tud megsérülni. Negatívum van viszont, hogy a lőszer és a gránát kapacitása lefeleződik, sajnos. Mint ahogy azt a hatodik részben is lehetett látni. És van végül még van Clark, a másik ikari harcos, akinek a signature move-ja a KOF-ből, a Super Argentin háttörő, amikor ő szerves ellenfelet fel tud dobni, és emiatt immunis lesz minden egyes támadásra. Ennyit kell tudni. És végül ugye mondtam, van még Leona, akinek 10 helyett 12 csillagbombát tud alkalmazni, gondolom az a fülbevalója, amivel bombát tud dobni, és két cucc eldobásával már rögtön majdnem felromlott egy egész ellenséget, és természetesen ott van a Moonslasher képessége, amivel egy kör alakú csapást tud okozni, és abból is kettőt használ egy járművön, egy ellenséges járművön, az is tropára esik. Tehát ugyanúgy, mint a Vulcan Punch-nál. Na, ennyit a karakterekről. Most akkor így gondolkodnék, hogy vagy fiúval, vagy Leonával megyek. Hát én Leonával megyek mindenféleképpen, mert ő a főszereplője a Dupla X-nek, úgyhogy ővele debütálták az egész Dupla X-et, úgyhogy nyilvánvalóan ő kapja meg azt a nagy színvonalat, meg azt a hangulatot. És még egy valami érdekesség a játékkal kapcsolatban, ami ugye emlékeztek, hogy mennyit anyáztam az önmegsemmisítő rendszerrel kapcsolatban. Nos, itt ebben a játékban, a beállításokban ugye lehet látni nagyon sokfajta speciális támadást. Ugye speciális támadás közelharcban, speciális támadás a járművel, illetve egy frontális támadás, amit ugye ki be lehet kapcsolgatni. És ezt a frontális támadást úgy lehet alkalmazni, ugye megnyomod a támadást, az alap lőtámadást, ugye azt a támadás gombot, amivel lősz, nem pedig az elsődleges fegyvereddel lősz, illetve az ugrást egyszerre nyomod. Ugye ezzel lehet benyomni azt a kicseszett önmegsemmisítő rendszert. És van egy másik, a speciális közelharci támadás, ami úgy van, hogy speciális közelharc, illetve elsődleges támadás és a felfelé gombot nyomod, ezzel be lehet nyomni Ralphnak a vulkánütését, Clarknak az argentin hátradobását, illetve Leonának a hold csapását. Na most van egy lehetőség, hogy vagy ezt a nagyon bonyolult gombot állítod be, vagy egyszerűen rányomod az Y-ra, és megcsinálja. Hú, de jó! Nagyon jó! Egy gombban meg lehet oldani ezt az egész dolgot, nagyon köszönöm szépen. Ez egy nagy előrelépés a hatodik részből. De most jön a második előrelépés. Ki lehet kapcsolni az önmegsemmisítő rendszert? Végre tanultak a saját hibáikból a készítők, hogy mennyire ki kellett volna kapcsolni ezt a dolgot. Igaz, hogy már csak az utolsó játékra futotta ez az ötlet. De mindegy, ki lehet kapcsolni, és ennek annyira örülök. És akkor nem kell bajlódnom ezekkel a... Nem kell kiidegennem magamat ilyen fölösleges dolgokon. Ez az. Ja. És akkor mielőtt még rátérnénk a sztorira. Most jöjjön az az ok, az az indok, hogy miért nem a PC-s verziót tolom, amivel konkrétan az egész maratont elkezdtem, és miért gondoltam úgy, hogy az Xbox 360-as verziót fogom játszani. A PC-s kiadással, csak annyit kell mondanom, csak a PC-s kiadással van ez a probléma, és ezzel konkrétan halálba kívánom a Dotemu készítőket, akik PC-re portolták ezeket a játékokat. Az első meloszlagot, a második meloszlagot, a felújított verzióját a második résznek, a meloszlag X-et, a harmadik meloszlagot és a dupla X-et.
hogy bugos, mint a rettenet, bugos, mint a szar, még a patchelt változattal is bugos, mint a rettenet, a felbontás nincs rendesen, 60 FPS és mégis szaggatnak a dolgok, nem papírvékonyan mennek a dolgok, és akkor mi az már, hogy tolom az első pályát, tök mindegy milyen karakteret, nyomom az első pályát, hú, megy az akció a Garbage Islanden, a személytelepi szigeten, megyek előre, szedem le a rebelistákat, szétszedek mindenkit, és akkor felveszem a rakétavetőt, és olmozok, meg van nálam minden cucc, ami van, tegyük fel Leonával, elhasználtam két gránátot, és akkor két ilyen csillagbombát, és akkor már 10 van nálam, és akkor rakéta még van bőségesen, megyek előre, aztán a következő jelenetnél azt látom, hogy benn vagyok a személykupacban, és azt látom, hogy 2 helyett 0 életem van, az eddig összegyűjtött fegyvereim nincsenek meg, és nem működik a pisztolyom. Pisztoly van a kezemben, és nem tudok lőni. De közel harcozni tudok, de lőni nem tudok egyáltalán. És akármilyen verziót töltöttem le, akármilyen verziót használtam, akár originál, akár patchelt verziót, nincs ez kijavítva teljesen. Úgyhogy cseszék meg, most már megértettem, hogy miért kapott annyi negatív kommentet a Steam oldalán a maga a játék. Nem tudnak rendesen portolni PC-re, nem tudnak rendesen emulálni játékot PC-re. Nem tudnak rendesen portolni PC-re dolgokat. És az SNK-nak ez se füle, se farka. Leszarja, hogy tele van szeméttel a Steam listája. De mindenki mondja, hogy szar, de ő leszarja. Úgyhogy köszönöm szépen, SNK Playmore. Nagyon köszönöm szépen, hogy így foglalkoztak a játékotokkal. Nem, King of Fighters új, 15 új karakterek, mert minden izé, azt kell debütálni. A Nazca meg szenved a Tactics-szal, ami meg nekem az én, én elképzeléseimet tette tönkre. Roguelike XCOM játék, kösz nem kell. Megint mobiljáték. A mobiljáték a jó, mert senkinek nincs mobilja. Bekaphatja Blizzard a tökömet, az is, már rossz belegondolni. Na, ezért fogtam magam, és átmentem az Xbox 360-as verzióra, leteszteltem, gyönyörű, nagyon jó, imádom, azt érdemes tolni, azzal nincs semmi baj, az működik. Úgyhogy tőlem utolsó módon a Meloszlag Double X az Xbox 360-as verziót fogjátok nálam látni, semmi újdonság nincs, ugyanazokat a mechanikákat, ugyanazokat kapjuk, mint hogyha az egyszerű Nintendo DSS vagy PSP-s verzióval játszanánk, ennyi. Úgyhogy ennyit erről, hogy miért van az, hogy én most ezzel a verzióval játszok csak. És ezzel kívánom lezárni a teljes maratont. Na, és akkor egy picit beszéljünk azzal kapcsolatban, hogy hol is tart most a játék konkrétan a sztori, az utolsó sztori. Ugye még a 2032 után vagyunk, hát megtörtént az Ugoma krízis, bárcsak ne történt volna meg. Mindegy, tehát ilyen pár évvel a Ptolemaiki háború után, az ötödik rész, meg a 3D után vagyunk, ilyen 2033-4, azt írja, hogy 2000XX, tehát ilyen a 2020-as évek után vagyunk, 2033-tól valamerre, amikor is három dolog történt, három incidenst említenek meg ezen a lista alatt. Az egyik a Garbage Island, ugye a személytelepi sziget, ahová a rebelisták menekültek el, és konkrétan így vannak elzárva az egész reguláris hadseregtől. Akkor még van a PF szigeti bevetés, ami igazából a Meloszlag Advance című játéknak a története, illetve a Morden meg a Mors lakók még mindig együtt szövetkeznek valamiért, és még mindig próbálkoznak nekiesni a regulárisoknak. De igazából a Garbage szigeti, illetve a PF szigeti ostromot még meg kell említeni, de én mondottam, a kézikózoros verziókkal én nem fogok foglalkozni, úgyhogy nálam az utolsó játék, meg hát kiadásban is az utolsó játékról van szó, a Double X történetével foglalkozok, azaz a személytelepi szigeti incidenssel kapcsolatban. Ugye azt kell tudni, 2033, de legyen 33, amikor is Morden megint próbálkozik nekiesni a regulárisoknak, és ugye a PF Squad, ugye a teljes vándorsolyom hadsereg alakulat két ündöke, Tarma, Marco, a két Sparrow, azaz Verép ügynökökkel, Erivel és Fióval, és most már három ikari harcossal, a Wrath Commando három tagjával, Leonával, Ralphal és Clarkkal
Így összesen heten nekiesnek a szigetnek, hogy ismét elgyepálják Mordent, mert megint tartott egy puccsot, meg a sziget külső és belső területein helyezkedik és csinál valamit, és akkor egyszer csak ugye próbálunk előre hatolni, és Morden már ismét megpróbál megállítani minket, de mindent elkövetünk, hogy szétcsesszük őt, ám de mindannyian tudjuk, hogy most Morden megint egyedül van, és mert megint nem szövetkezett valami másik frakcióval, hogy ismét hatalomra törjön, ismét túlerőben törjön, és megint el tudjon gyepálni minket. Na most jön egy nagy fordulat, miszerint amikor egy ilyen meka kukaca megpróbált volna minket kicsinálni, kiiktatjuk, és elhúzunk tovább beljebb, hogy szétcsesszük Morden bázisát, egyszer csak Morden lát megnyílni egy kaput, egy időkaput, ahol konkrétan megjelennek az ő katonaságai a jövőből. Tehát konkrétan összeszövetkezik a jövőbeli énjével, hát nincsen jövőbeli Morden, hanem a jövőbeli rebelista katonákkal újra erőre tesz szert, és így próbál meg minket megállítani, megállítani a regulárisokat. Úgyhogy a rebelista és jövőbeli rebelisták lesznek a saját ellenségeink, és akkor őket kell megállítani, szóval ez az egész szinopszisa úgymond a Metal Slug XX-nek, és hát a 7-nek, és akkor előre haladunk, és akkor egyszer csak történik egy olyasmi, hogy megtaláljuk a kaput, ahonnan jönnek be a jövőbeli katonák, a jövőből, és kiiktatjuk a kaput, viszont a robbanás előtt Morden vélem majdnem beesik a kapuba, és kijön egy nagy darab cucc, ami konkrétan a végleges szuperfegyvere a jövőbeli rebelista hadseregnek. Mondjuk nagyot néztem volna, hogyha a Morden hadsereg megjelent volna, a jövőbeli Morden megjelent volna, hogy segítsen a múltbéli önmagának, és akkor a időparadoxon csinált volna neki, de mindegy. Megjelenik a jövőbeli rebelista hadseregnek a legnagyobb szuperfegyvere, a Kraken. Egy mechanikus óriás polip, és Morden ezt használja fel, hogy kicsináljon minket, és egy vulkánnak a tetején harcolunk, egy nagy lávafolyamnak a tetején harcolunk, és legyőzzük a Krakent, elkapjuk Mordent ismét, és akkor jön a reguláris hadsereg helikopterje, az a csapatszállítója, az a nagy kék csapatszállító, amit többször is lehetett látni, és akkor elvileg Rumi érkezik ismételten, hogy begyűjtsön minket és Mordent, de közben egyszer csak hirtelen megjelennek a marslakók, hogy megvédjék Mordent, és közben meg így a kergetőzés, tehát ilyen nagy kergetőzés a vége, és hogy hova megy tovább ez az egész, hát nem megy soha, mert megint cliffhangeresen van lezárva, de a lényeg az, hogy ez volt a franchise-ban ez volt az utolsó sztori a Metal Slug franchise-ban, és ugye ezzel zárul le, hogy a reguláris és a rebelista hadsereg az konkrétan nem tudják egymást kiiktatni, hanem folyamatosan így ütik, vágják, csontozzák egymást, bár mindenféle oldalon, mindenféleképpen, de egyszer sem jön össze, hogy valamelyik véglegesen nyer. Úgyhogy hát ennyit erről. Végső soron ez lenne az utolsó játék a franchise-ban, ez az utolsó, ami konkrétan egy történetet lezárna, de annyira folytatás szaga van. Nyilvánvaló a Tactics-ban beszarnék, hogyha tényleg folytatnák annak a történetét, de nem hinném, hogy lesz alkalom arra, hogy tényleg folytatnák azt a történetet. Meg hát az Advance se folytatná a történetet, de pont az incidens után játszódik ez a PF Island Occupation, ahol a PF Squadron, a reguláris hadsereg két újonca, Walter és Tyra, azt hiszem őket így hívják, egy szigetre dobják őket, ahol konkrétan az egész egy, hogy mondjam, egy kiképző tábor a PF Squadnál. És akkor a játék vége meg úgy van, hogy a két újoncból katona lesz úgy a reguláris hadseregnél, szóval nem folytatja a Dupla X-nek a történetét, de a történések azok pont utána vannak, de nem folytatja. Úgyhogy ennyit erről, úgyhogy igazából ennyi a Dupla X-nek a története, és akkor nézzük meg ezt az utolsó sztori szálat a gyakorlatban is.